Jó estét! Jó estét kívánok! Köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait, a szombathelyi haladás MTK Budapest OTP-ban Liga mérkőzést követő sajtótájékoztatón. És először megkérném a vendégek szakvezetőjét, Ucsánszky Tamás urat, hogy értékelje a mérkőzést. Az első fél idő az nagyon kaotikusra sikeredett. Nem tudtuk megtartani a labdát, elveszítettük minden párharcot a középpályán. Igaz, felmenteni annyiban a játékosokat, hogy ebben az összetételben először futottunk ki a pályára. Nyilván a nehézségeink miatt második fél idő alapján azonban akár még nyerési esélyünk is lehetett volna. Ettől függetlenül az első fél idő alapján és összességében azt kell mondjam, hogy árnyaltan, de megérdemelte a Szombathely 3 pontot uratkozni. Köszönöm szépen. Kérdés a sajtó részéről. Nemzeti Sport. Le a kalappal a csapat és a taktika előtt is. Már lehet, hogy sokan majd azt fogják mondani, hogy udvaroltak, de ez egy nagyon komplett megszervezett taktika volt az MTK részéről. Az erő mennyiben befolyásolta a mérkőzés végeredményét? A végét. Hát én azt gondolom, hogy ma mi voltunk, így voltunk az MTK, tehát nem szeretnék kifogásokat keresni. Sajnos a végjáték nem sikerült nekünk. Sokat tettünk azért, hogy meg tudjuk nyerni ezt a találkozót, vagy pontot tudjunk elvinni Szombathelyről, értékes pont lett volna. Nem így alakult. Teoretikus és hülye kérdés, de felszegyem. Mi lett volna, ha fordítva csinálod, hogy a Kanta és a Bognár kezd, és esetleg alakulhatott volna másképp az állapot a rendben. Mert egyébként a beállások után nem történt dolgot megtörténtéteni, tehát innentől kezdve erre nem tudok válaszolni. Ennek az első félidei csapatnak nyilvánvalóan még egyszer van az összeszokatlanság volt a legnagyobb veszélye. Én ezt fölvállaltam. A csapat meg le a kalappal, mert nagyon jó teljesített, nem érdemeltünk vereséget. A hozzáállás és a heti munka és a heti történések alapján nem, a mérkőzés alapján természetesen, még egyszer mondom, kevéssel, de a Szombathely megérdemelt a győzelmet. Köszönöm szépen. Más részéről van a kérdés. Köszönöm. Szombathely Televízió. Sütő Dániel, mesélj kívánok. Mennyire tartja fairnek vagy unfairnek, hogy ezt a mai találkozót egyáltalán megrendezhették? Én azt gondolom, hogy mi egy nehéz helyzetbe kerültünk. A héten megoldottuk a feladatot, az eredmény így sikerült, nyilván az eredmény számunkra nem jó. Másik 11 csapat is van a versenyben. Én azt gondolom, hogy itt jó döntés nem tudott volna születni, semmilyen formában sem. Tehát így talán még azt mondom, hogy le kellett játszani a mérkőzést, még ez talán a legkedvezőbb döntés. Köszönöm, további kérdés. De nincs erősen, Tamásnak köszönjük szépen. Köszönöm szépen én is. Viszlátásra. Folytatnánk a sajtótájékoztatót, és megkérem a Szombathelyi Haladás vezető edzőjét, Horváth Ferenc urat, hogy értékelje a mérkőzést. Az első fél időben sokáig, vagyis hát inkább azt mondanám, végig úgy történtek a dolgok, ahogy mi szerettük volna az MTK-t beszorítani a saját térfelére, szerettük volna minél előbb visszaszerezni a labdát tőlük, és minél közelebb a kapujukhoz labdát szerezni, és abból támadásokat indítani, amik jól is működtek. Egyetlen egy apró hibával az, hogy a helyzeteket kihagytuk, hát ezt a meccset már el lehetett volna előbb dönteni. A második fél időben valamivel kiegyenlítettebb játék folyt a pályán, de nagyon nagy dolognak tartom azt, hogy ennyi lehetőség és helyzet után még volt annyi lelkierő a csapatban, hogy nem kapott gólt, sőt, meg tudott egyet a végén lőni, úgyhogy nagyon büszke vagyok a játékosokra. Köszönöm szépen. Kérdés? Kívül úgy több felé, majd ő nem is volt, hogy akkor a másik fél időre, mintha újra a tét rátelepedett volna a csapat a felelősségből, és az a súly. Kint lesz, mikor már a győzelmi kényszer. Igen, ezt kértem a játékosoktól, hogy ne siettessék
a játékot, hiszen gólt lehet rúgni a 80-90. Percben is, amivel mérkőzést lehet nyerni. Ne legyenek türelmetlenek, mert úgy éreztem, hogy minél előbb szeretnék eldönteni a mérkőzést, és mivel ez nem sikerült, egyre jobban ment el a kedvük a játékosoknak, és egyre jobban érezték azt, hogy egy nagyon nagy lehetőséget szalaszthatunk el azzal, hogy hazai pályán nem nyerünk, és ez egy kicsit megbénította a támadójátékunkat, a védekezés az rendben volt, de azt gondolom, hogy a cserék tudtak új szint vinni a játékba, és ezáltal ugye meg tudtuk nyerni a mérkőzést. Még egy kérdés, a MTK erejét mennyire kalkuláltak bele a taktikába? Én azt gondoltam, azt le is írtam, lehet, hogy hülyeség, hogy abszolút az egyen-egyeket erőltetének, gyorsaságot erőltetének, hogy fáradjon az MTK. Ez benne volt kalkulálva a heti események tükrében? Lehet feszegetni ezt a témát, lehet erről beszélni hosszan. Ugye én azt gondolom, hogy nekünk is volt legalább annyi játékos, ugye, hogyha megnézitek a két kezdő csapatot, hogy 7 játékos, nekik ugyanúgy kezdő volt a múlt héten. Nálunk is volt legalább annyi játékos, aki ilyen vírusos fertőzéssel küzdött, és nem tudott a mi rendelkezésünkre állni. A másik, én nem érzem ezt abszolút sportszerűtlennek, hogy ezt a mérkőzést lejátszottuk. Egy az, hogy hivatalosan nem is kérdeztek meg minket, hogy ezt elnapoljuk, ezt a mérkőzést. A másik opció, amit adtak, hogy a Debrecen és a Kisvárda mérkőzés között játsszuk le, ami ugye az egyik egy 1200 kilométeres túra, a másik egy 1000 kilométeres túra, ami szintén nem lett volna igazságos, hogyha a között nekünk mérkőzést kell játszani. Nagyon sok mindenről lehet itt beszélni, hogy mi sportszerű, meg hogy mi igazságos. Én azt se találom túl sportszerűnek, és nem találom túl igazságosnak, hogy például a Haladás kétszer játszik a Kisvárdával idegenbe, és kétszer játszik a Diósgyőrrel idegenbe, ami ugye nekünk nagyon sok utazást jelent, plusz a két közvetlen riválisunk. Ráadásul a másik két keleti csapathoz is kétszer megyünk, Debrecenbe is kétszer megyünk, és Mezőkövesdre is kétszer megyünk. Tehát itt lehet ezzel játszani, meg hogy ki sportszerű, meg ki nem. Azt gondolom, hogy a Haladás megtett mindent, amit lehetett. Egy dolgot kértünk csak, hogy ne legyen a két meccs között ez a mérkőzés. A döntést nem mi hoztuk meg, hanem az MLS hozta meg, és nem láttam annyira az MTK-n, hogy hiányoztak volna, hogy U19-es és U17-es játékosok játszottak volna. Tehát mi is sok problémával küzdködünk, de nem kértünk meg halasztást. Más részéről kérdés? Szombathelyi Televízió. Sütő Dániel, esélyt kívánok. Négy pont jelenti a világot számunkra itt Szombathelyen, és úgy néz ki, hogy ezt a 4 pontot, ezt keleten kéne vezsebelni. Pont ez a 2200-2300 kilométer az, ami elválaszt bennünket talán az élvonaltól. Hogy vélekedik erről a mester, mert aztán lehet, ki tudja, az utolsó forduló dönt majd, de ahhoz meg kell tenni ezeket a keleti túrákat. Azért, hogy itt tudunk lenni, hogy tudunk erről beszélgetni, az egyetlen egy dolog miatt van, azt gondolom, hogy megegyeztünk abba, hogy nem nézünk embereket, nem nézünk címereket, és nem nézünk helyeket. Hogy hol kell játszanunk, ki ellen kell, milyen csapat ellen kell játszanunk, és hogy milyen játékosok ellen kell játszanunk. Egyetlen egy választásunk van, hogy mindenhol nyerünk. Ha most el kell menni Kisvárdára, akkor meg fogunk ott is próbálni mindent azért, hogy nyerjünk. Ha el kell menni Debrecenbe, meg fogunk tenni ott is mindent azért, hogy nyerjünk, mert nincsen más választásunk. Tehát nincsen időnk gondolkodni, egy dolgon van időnk gondolkodni, hogy fölkészüljünk a következő hétre, és ebből az apró lépésekből hát, ha egyszer lesz egy nagy lépés. Tehát ezt tudjuk csinálni, és ezt azt, hogy utaznunk kell, meg hogy milyen körülmények között, meg hogy milyen a sorsás, azt megpróbáljuk teljesen kizárni. Én ezt nem ígérhetem, hogy ez sikerülni fog, egyet ígérhetünk, hogy mindent meg fogunk tenni azért, hogy a Haladás az NB1-ben maradjon jövőre is. Köszönöm szépen. További kérdés? Amennyiben nincs, ne maradj fel. Köszönöm én is. Sziasztok!